Köszöntök mindenkit ma Székesfehérváron. Örülök, hogy ezt a szemnyitó egy órával ezelőtt együtt csináltuk végig. És mondjuk el a Tiszta Univerzum mantráját, Om Nam, hétszer, közösen. Köszönöm Mondjon gyorsan valaki egy számot 1 és 208 között. Bevezetőként szeretném a 77-es számú felolvasni. felolvasni. Pánünk, ezüstál. Egy szerzetes egyszer megkérdezte Pánünk zenmestert. mi a buthák és a pátriárkák tanítása, hava gyűjteni ezüst tálba, felelte Pánőnk. Kérdések. Mi a budhák és pátriákák tanítása? Mit jelent az, hogy havagy gyűjteni ezüst tálba? Nincs tál, nincs hó. Akkor mi van? Kommentár. Amit látsz és amit hallasz, azok az igazi barátaid. Nézd meg a központi elemét a kuannak. hava gyűjteni ezüst tálba. A hó is ezüst a tál is ezüst Minden jelenség egy lényegűségét tanítja ezen a nagyon szép taoista hasonlaton keresztül pár Nőnk zenmester. A Tang dinasztia, amely körülbelül 300 évig tartott Krisztus után 860-ig, egy olyan generációt, sőt generációk sorozatát produkált, amelyeknek a tanítását a mai napig kincsként őrizzük. A könyvünkben szereplő kínai zenmesterek teljessége a Tang van. A király fölismerte, hogy mennyire fontos az a fajta tudás, etika, erkölcsiség, tisztánlátás, amely a zen, azaz akkor a csan tanítását jellemezte Kínában. A társadalom relatív jólétben élt, a középosztály erős volt, és nem teremtettek olyan helyzetet az elit tagjai, ahol szándékos háborúsággal, hódítással vagy egyéb túlzásokkal a nép életét megkeserítették volna. Volt ideje az embereknek befelé fordulni, gyakorolni, és mivel nem kell, az állandó társadalmi felfordulásokkal törődniük, ezért kialakul egy benső stabilitás. Ez a benső stabilitás az ezüstál. Az a fajta tiszta pillanat, amely minden jelenséget begyűjt, és ha kell, ki is rak magából. Az egylényegűség nem azt jelenti, hogy egyformák lennénk. Mindannyiunknak más az arca, másképp gondolkodunk, érzünk, beszélünk és cselekszünk. Viszont van valami, ami bennünk a lényeg, az a fajta önvaló emberség, amely megkerülhetetlen ahhoz, hogy az úton járjunk. Megkerülhetetlen ahhoz, hogy a karmánkon lépjünk. Az emberi vélemények teljesen feleslegesek. A dharma, az ok és okozat működése Vélemény független. Az univerzum, a Föld, a természet nem törődik az emberi gondolkodás helyességével vagy helytelenségével. Pontosan az történik, amit az okozatiság törvénye diktál. Személytelen és személyes egyszerre, nem függ élettől és haláltól, de működteti azt a körforgást, amelyet szamszárának hívunk. Ennek a törvénynek a nemismerése, a tudatlanság vagy a nem látás. Tudatlanság azért, mert megtanulhatnánk valamit, hogy ez a világ hogy működik kívül, és ez a belső univerzum hogy működik bennünk, emberekben. Ez elsajátítható. A lények tapasztalható, a jelenségek ettől jól láthatóak, hallhatóak tapinthatóak, gondolhatóak, és a többi. Ezért írja a kommentár, hogy amit látsz és amit hallasz, azok a jó barátaid. Az emberi beszéddel négy probléma van. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy hamis, lehet, hogy egyik része hamis, és a másik része igaz, egyszerre. És a negyedik az, hogy nem hamis és nem igaz, de nem tudjuk, hogy valójában mit jelent. Ez a négyféle bizonytalanság, a beszédkarma bizonytalansága. Nem arról van szó, hogy ne nyilváníthass szabadon véleményt bármiről. Szíved joga, sőt, elménk szokása, hogy megcímezzük a világot. De értsük meg, hogy az univerzum működése kicsi, közepes és nagy fokon egyaránt. Az emberi véleményektől független. Ha helyesen gondolkodunk és tisztán látunk, akkor egyé tudunk válni ezzel a törvényel, és akkor az úton járunk, megszabadulunk a szenvedéstől, és megszabadítunk másokat is attól a szenvedéstől, amelyet reáljuk mérnénk. És ez a megszabadítás attól függ, hogy mennyire vagyunk felébredettek. Ugyanúgy ez a megszabadulás is attól függ, hogy mennyire vagyunk felébredettek. Fordítsd meg, ha állandó szenvedést tapasztalsz, vagy állandóan szenvedtetsz, akkor a felébredés nagyon messze van. Akkor az önkép és az önvaló távolsága tragikusan nagy. Az illúzió és a valóság közötti szakadék áthidalhatatlannak tűnik. Elveszünk a szokásaink között, az ábrángyaink, ideáink, félelmeink, véleményeink között, és nem ismerjük föl, hogy valójában hogy működünk, mint emberek mint egyén, pár, család és csoport vagy társadalom. A felébredés az nem egy buddhista hobbi, nem egy zen idea. Ez az a képesség, amely mindannyiunkban létezik, és hogyha használjuk, akkor megszabadíthatjuk a világot, beleértve magunkat a szenvedéstől, és így megnyílik a boldogság, a szeretet és a harmónia útja. Csak az akadályokat kell elhárítani. Melyek ezek? A szívszútra nagyon világosan fogalmaz. A valókítés és sorabót hiszatva, a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, és akkor jön a szútra, amelyben rengeteg nem, 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 sem, 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 sem kezdetű kifejezés szerepel. Miért van erre szükség? Mert pontosan ezekkel a jelenségekkel szoktunk azonosulni. Belefagyasztjuk a havat az ezüstálba, és az azonosulások azzal, amivel nem vagyunk azonosak, ez a szenvedés forrása. Azt hiszem, hogy az vagyok, de mégsem vagyok az. Ahhoz, hogy az ember megszabaduljon a szenvedéstől és a szenvedtetés kényszerétől, le kell ásnunk az identitás legmélyéig. Teljesen ki kell üríteni az ezüstálat, úgyhogy egy szem hó ne legyen benne. Utána visszapakolhatod, mert végre tudod, hogy mi az ezüstál, és mi a hó, mi a jelenség, és mi a lényeg. Szunkszánzen mester ezt úgy tanította, hogy érd el a lényeget, tapasztald a gondolkodás előtti tudatot. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Visszatérsz ahhoz, amely nem forma és nem üresség, nem gondolat, nem képzet, Nincs benne múlt, jelen, jövő, jó vagy rossz, bármiféle dualitás. Ekkor éred el azt a tudatot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ebben a tükörben látszik az igazság. Ezért, barátaid, azok, amiket látsz, amiket hallasz, mert a madárdal a legnagyobb szútra. A tó látványa a legtisztább meditáció. Ahhoz, hogy ezt befelé fordítsd, ahhoz meg kell szabadulni a kényszeres elmeműködéstől, és a szokásokat követő ragaszkodó, akaratos, múltban elvesző, aggódó, hamis képzeteket teremtő gondolkodástól. És ekkor tudunk helyesen működni. Ahogy egy három lábnak Mindhárom lába egyaránt fontos, úgy a lényeg, igazság és helyes működés hármasságából egyik sem hagyható ki, egyik sem fontosabb a másiknál. Keleten és nyugaton egyaránt rengeteget vitatkoztak azon, hogy mi a fontosabb, a teremtő vagy a teremtett. A teremtő és a teremtett azonos vagy különböző? Részben azonos, kicsit különböző. Mi az, ami összefűzi a teremtőt és a teremtettet? Hogy működik ez a kettő együtt? És Indiától a közel-keletig, Amerikától Ausztráliáig, mi emberek más és más válaszokat adunk erre a kérdésre. Ezek a válaszok egyaránt szükségesek és lehetségesek. De a madarak, az oroszlánok, a tenger, a koralzátonyok nem törődnek ezekkel a képzetekkel a föld működése nem függ attól, hogy te mit hiszel. De hogy hogy cselekszel, hogy beszélsz, hogy gondolkodsz, hogyan viszonyulunk egymáshoz és a környezetünkhöz, attól igen. Nagyon. És hogyha együtt tudunk működni, mint embercsoport, mint család, akkor valószínűleg a környezetünkkel is együtt tudunk működni. Ez mostanában mindennél égetőbb. Nagyon nagy az emberiség létszáma, közel 8 milliárd. Milyen minőségű tudattal létezünk? Nézd meg a napi híreket. Részigazságokat közöl természetesen. De abban benne van az, hogy mik az óriási problémák. Hol van az, amikor az ember már nem ember? Meddig süllyedhet? Nagyon sok vallás, filozófia és egyéb ilyen ág megóhatja határozni az ember élet célját ezen a földön. Ehhez elmondja, hogy ez a föld milyen. Jó nekünk, vagy rossz nekünk? Büntetőhely, vagy paradicsom? Nekünk teremtették, vagy ellenünk? Mi ide vagy szándékosan jöttünk ide? Többször születünk, vagy csak egyszer? Rengeteg a variáció. Egyetlen egy pillanatnyi tanítás ezekben nincs. A buddha így szól. Gyémánc útra, a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Tehát amennyire fontos az, hogy tisztában legyünk önmagaddal, a történeteddel, ezzel az egész környezettel, amiben vagyunk, mégis a felébredés csak ebben a pillanatban lehetséges, amikor az elme tevékenysége legalább egy pillanatra megszűnik, mered kiüríteni az ezüst tálat, és nincs benne hó. És ekkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán viszonyulsz és cselekszel. Ekkor nem teremtesz helytelen karmát. Mert látod, hogy mi a helyes. Ennek a látásnak három fontos eleme van. Az egyik a nem kettősségre alapozódó bölcsesség. Tehát nem valami könyvszagú, dogmatikus és számodra idegen gondolatkörről van szó. Hanem egy olyan bölcsességről, ami a saját nem dualisztikus tapasztalatodból származik. Tehát tapasztalati alapú belátásról van szó, amelyet így vagy úgy artikulálunk. Nem rendszeres, de nem is rendszertelen. Tűri a logikát, de nem függ a logikától. A második fontos elem az az együttérzés. Az együttérzés nem egy beállított érzelmi állapot. Ha ez lenne, akkor elég lenne valakinek a szívcsakráját egy bizonyos állapotban megfagyasztani, és akkor az mindig együttérző lenne. De ez nem így van. Az együttérzés is a nem dualisztikus tapasztalatból következik, csak egy másikon. Egy a másik ember vagy a környezet tudatával érzed, amit a másik érez. Felfogod, hogy mi van a másik lényében. Amikor egy párkapcsolat rendkívüli módon harmonizálódik, vagy egy családi élet nagyon boldog, harmonikus szakaszát éli, akkor egymás gondolatait érzitek egymás szívdobban esett, kitaláljátok. A harmadik ilyen elem pedig az önzetlen segítség. Segítség nélkül nem megy. Mindenki tudja, hogy a világ egy része beárazható. Egy másik része nem. Ne akard beárazni azt, amit nem lehet materializálni, aminek nincsen neve és formája. Mert akkor hibát követnél el. Akkor is hibáznál, hogyha a materiális folyamatokat nem lennél hajlandó elismerni. Hogy van anyagi ok és okozat. Adunk értéket bizonyos jelenségeknek. Ezt kifejezzük különböző módon. Tehát az önzetlen segítség nélkül nem megy. És hogyha összerakod ezt a hármat, bölcsesség, együttérzés, odaforduló cselekvés, ahol ez működik, ott az élet előbb-utóbb harmonizálódik a szenvedés csökken, a szenvedtetés elmúlik. Nem panaszkodunk, nem vádoljuk a világot azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek, és megtaláljuk az utunkat. Tehát a zen kijelöli nagyon világosan, hogy ébredj föl, és segíts másokon, de nem mondja azt, hogy ez mindenkié. Mindenkinek a lehetőségei közé tartozik, ez így van. De nem mondja azt, hogy te, meg te, meg te, mindenki most járjál rajta. Az az utad, amerre mész, amit választasz. Tehát nem lehet úgy a szabadságot elérni, hogy az autonómiádat feladod. Nem lehet úgy felelősségteljesen élni, hogy a döntést átruházod másra. És ahogy hallhattátok egy picivel korábban, a mennyiség és a minőség eléggé aránytalanul viszonyul ma egymáshoz. A mennyiségünk óriási, és ehhez képest a minőségünk, mint emberiség nem kielégítő. Rengeteget szenvedünk és szenvedtetünk. Leromboljuk a planétát, felborítjuk a társadalmi rendet, nem tartjuk be az alaptörvényeket sem. Amikor arról szólok, hogy az univerzum vélemény független, akkor értsd jól, hogy te rád, mint egyénre mindig is szükség van, volt és lesz. De amennyiben leválsz az univerzum működéséről, és egy vágyvilágba ábrándok közé kergeted magadat, abban a pillanatban az illúziók világában vagy. Abban a pillanatban a realitás eltűnik. Onnan tudod, hogy előbb-utóbb bizonytalanság, annak a nyomán előbb-utóbb kapzsiság és harag lesz. A téves nézeteknek mindig ez a kétféle gyümölcse van. Tehát az egyenlet rendkívül egyszerű. Vagy a minőségünk fog emelkedni, vagy a mennyiségünk fog csökkenni. Nincs végítélet. Nincs előre elrendelt világvége. Nincs az embernek fix, meghatározott sorsa. Mi csináljuk az egészet? Pillanatról pillanatra. A Föld minden pontján. Amilyen tisztán döntünk, olyan az eredmény. Ha katasztrofális az eredmény, akkor katasztrofális a tudatállapot. És a bevezető végén az avatamszakasz útrát szeretném idézni. Ha meg akarod érteni a világegyetem miben létét, akkor fogd fel, tapasztald meg, hogy ezt egyedül az emberi tudat teremti. Ha ez a tudat tiszta, minden tiszta. Ha ez a tudat nem tiszta, semmi sem tiszta. Az lenne a kérdésem, vagyis ilyen kérdésem tulajdonképpen, hogy jó dolog, tehát így a gyakorlással ugye el lehet érni ezt, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott lelki állapotba kerül az ember, és csak ezt hogyan lehet összeegyeztetni azzal, hogy ugye amit mondtál, hogy a félelmek, Megszűnnek a szenvedés-szenvedtetés mindig a jelenben, vagy hogy ez igen, ez nagyon jó, és tényleg egy olyan állapot, amikor tudsz kiegyensúlyozott maradni. Ezt szerencsére én is megéltem, csak nagyon nehéz összeegyeztetni a mindennapi élettel. Például én egy multinál dolgozom, ahol előre kell tervezni, gondolkodni, ahol egy nő nem lehet nő, mert hogy ugye mindenkinek termelni hát, kell. Az. Hát termelni kell mindenkinek. <coughs> Tehát ez is nagyon nehéz. Ez akkor két kérdés, hogy a, hogy lehet összeegyeztetni ezt a gyakorlást, a jelenben levést. Maradjunk Azzal... ennél az első kérdésnél. Igen. Úgy, hogy a napi rendszerességű gyakorlás az a tudatot megtisztítja, és más döntéseket hozol, mint az előtt. Nem a szokásaidat követed, nem mások szokásait követed, hanem felismered, hogy milyen helyzetben vagy, és a multi milyen helyzetben van, hiszen dolgozol neki. Mi a helyes kapcsolat a multival? Te dolgozol, és ő fizet. Nem olyan, hogy nem fizet. Fizet. Muszáj. És a cselekvés pedig az, hogy ezt az együttműködést a világ tapasztalja. Nem marad meg a multifalaim belül, hiszen azért jött létre. A pillanat nem azt jelenti, hogy levágod az idődimenziókat. Pont fordítva. Ez azt jelenti, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Sehol máshol. Tehát nincs olyan, hogy visszamegyek a múltba és én ott megoldok valamit, mert az a múlt az elmúlt. A jövő miatt nem érdemes aggódni, mert az folyamatosan nem jön el. De van ez a pillanat, amiben a múlt, a jelen és a jövő összes karmája megmutatkozik. Mi által? Az azonosulás által. Például minden múltinak van egy bizonyos küldetés tudata, hogy ő neki mi a vállalt dolga. Magyarul hogyan óhagy pénzt csinálni. És ez a múltat, a jelent és a jövőt áthatja. Innentől kezdve ez a pillanat hordozza ezt a küldetést. És meg kell nézni, hogy az azonosulás során mi az, ami a múltból idejött? Kifizetetlen számlák, rendezetlen ügyek, bárlistás adósok, stb. Ugye? Az a múltból itt van. Tehát nem múlt el, mert itt van. A jövő ugyanez. Meg kell teremteni azt, hogy hogyan harmonizáljuk ezeket a kínlevőségeket, ugye? És akkor ez a jelenben egy óriási feladat, hogy hogyan oldom meg ezt most. Nem 30 nap, nem 60 nap, most. És ennek akkor elindul egy folyamat. De ha most nem oldom meg, és most nem veszem tudomásul a múlt terét, akkor a jövőt nem tudom megteremteni. Tehát ezt így fogjuk föl, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul, az azonosulásod, a ragaszkodásod, a vágyad és a haragod hozza ide. Amit elengedtél, az elment. Nem tudjuk, hogy hova. Azért, hogy nem tudjuk meg a visszahoznánk. Hadd menjen. Amire viszont szükségünk van, az szükségszerűen itt van velünk. Így, hogyha tekinted, akkor egy nagyon-nagyon jó munka erről leszel, mert teljesen flexibilisan tudsz gondolkodni a három időségben. Következő kérdés. A zen és a, a, nő, nő kapcsolata, tehát vagy ebben a világban létezni, hogy ebben ti tudtok segíteni, vagy mert a zen azért egy ilyen nagyon tehát, hogy a zen az nem függ attól, hogy nők nő vagy, vagy férfiak férfi. gyakorolják, de hogyha mondjuk de egy párkapcsolat van uh -huh. mondjuk mind a ketten gyakorolják ezt, akkor a nő nagyon nőnek érzi magát, és a férfi pedig férfinak, és a közös életvitelben kialakul egy középút. Tehát a szerepek felvállalása nagyon világos, nagyon tudatos. Nincs olyan, hogy egyik vagy másik jobb. De mind a kettőnek megvan a saját feladata. Ezt szerintem már nagyon-nagyon régen látod. Vállalt föl a feladatodat. És akkor a férfi felvállalja a sajátját. Jó? Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Mit látsz azzal kapcsolatban, hogy felé halad a világ, mint hogyha a szertartás avaton is látszott, vagy csak én láttam az arcodon, amikor mondtad, hogy nem jó irányban megyünk, hogy mire Nincs kell felkészülnünk. Különleges vagy... meglátásom ezzel kapcsolatban. Én arra lelkesítenék mindenkit, hogy te láss tisztán a saját szemeddel, hallja a füleddel, és gondolkodj tisztán az elméddel. És akkor látod, hogy ezek a trendek, ezek a görbék, az északi sarktól a déli sarkig és a kettő közt bárhol, ezek nem jó felé mennek, nem arra megy az egész, hogy itt boldogan, gondtalanul fogunk élni. Egyre több baj, egyre több teendő és egyre több megoldandó probléma. Minél egyszerűbben, minél tisztábban dolgozunk, annál jobban, hatékonyabban tudjuk ezeket megoldani. Aki leragad, aki projektál, aki ragaszkodik, aki uh, aggódik, aki cselekvésképtelen akkor, amikor tenni kell, az el fog merülni, sőt magával fogja rántani a környezetét. Ezért nézd meg azt, hogy milyen hatással vagy a környezetedre, és a környezetből kinek a hatását engeded magadon érvényesülni. Vigyázzunk! Tehát nyugodtan művelődjél, nézzél tévét, menjél moziba, szörföljél a neten, csak nehogy elhidd, nehogy azonosulj vele. Informálódj. De hitvilágot nem érdemes kialakítani belőle. Az ezt meghaladó. Tudatra van szükség. És ez a meghaladás azt jelenti, hogy visszatérsz a teremtő állapotba, hogy ne a környezetet következménye légy, ne mások nézeteinek a következménye légy, akár tagadod azokat, akár állítod azokat, ne függj ezektől. És ekkor a gyakorlás, a közös és egyéni gyakorlás egyaránt utat nyit. Ez az út, ez az a tudatminőség, amellyel az élet és halál körforgását járjuk. Úgyhogy ha megnézed a világ jelenlegi állapotát közegészségügytől a környezetig, akkor elképesztő feladataink vannak, és még mindig nincs meg, hogy ez hogy fog végződni. Mert igazából nincs vége. Újabb és újabb fejezetek kezdődnek. De milyen állapotban vagyunk most? Hova mutat ez az egész? Tehát ne én mondja meg, jöjj rá, nem nehéz, csak a görbéket kell meghosszabbítani 5-10 évet. És tényleg nem jó irányba mutat az egész. Nagyon sok feladatot rakunk egymásra. 50 éve tudjuk, hogy mi a probléma, és nem teszünk semmit. Makros szinten biztos nem. Tehát nekünk kell valamit tennünk, ami a paradigmaváltást hozza és segít, és ez egy belső tudatállapotváltás legelsőre, mert nem fogod tudni az autógyártást megváltoztatni. Nem fogod tudni az energiaellátást megváltoztatni egyénként. Még egy nagyon nagy társadalmi csoport nyomására sem, mert az elit elsáncolja magát az infrastruktúra és a törvények mögé. Tehát mindaddig, amíg nem kényszeríti ki valamilyen kőkemény folyamat ezt a változást, lásd Ausztrália, az elég durva hat hónapjuk volt, akkor meg kell látni, hogy ez rajtunk múlik, de először belül kell váltani, belül kell letisztulni, és akkor képesek vagyunk kívül is változást hozni a megfelelő irányban. A kérdés az, hogy mikor? Tehát, hogy mikor ébredünk rá? Sose későd, az állapotok egyre rosszabbodnak. A másik ilyen kőkemény tény az a fogyasztás, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, és azzal, hogy mit teszel a kosaratba és mire nyomod rá az entert online, azzal te az egész világ működését befolyásolod. Tehát legyél tudatos. Jó? Minél magasabb szinten fogalmazzuk meg a megoldatlanságainkat, minél jobban rálátunk az élet és halál paradox voltára, annál autentikusabb életet élünk. És igen, kellenek a megoldások, kell az, amikor úgy érzed, hogy igen, ezt magam mögé tudtam tenni, akkor ezzel a problémával már nem kell foglalkozni. De jön a következő említetted, hogy ezt szenved és szenvedtet, ugye az ember, ha ö, szenvedtetnek, ö, ugye azt hiszem, úgy nem akarok rosszul idézni, de van úgy, hogy nem kell elfogadnom, amit kapok. Ezt hogyan ö, oldja meg, vagy mit segít Vissza kell az... küldeni a feladónak, így. A postásnak mondod, nem veszem át a küldeményt. Vissza padában egyébként benne van, hogyha valakinek a dühét nem fogadod, az visszaszáll arra, aki neked azt közvetítené. Akinek a vágyát nem fogadod, az is visszaszáll arra, aki ezt közvetítené feléd. A térszerű tudatot nem lehet megütni. A tükörnek eredetileg nincs törése vagy hullámmozgása. Tehát az igazi önvalódon nem fog semmi, csak a testen meg a lelken erre kell vigyázni. És test és lélektudatosság függvényében lehet ezeket a szélsőségeket, akár szélsőséges örömökről, vagy szélsőséges traumákról van szó, a lélek talajából kivenni. És nem szegényedszel, nem sivatag leszel, csak a dzsungelt egy kicsikét ligetesíted, hogy lásd, hogy merre mész. Amíg azonosulsz bármilyen karmával, az azonosulás pontján a tükör egy vakfoltot fog hordozni. Mert ott nem látsz. Azt meg tudják ütni. Tehát, hogyha valaki állandóan hazugságot tapasztal a világból, az valójában magának sem mond igazat. És ez terjeszt ki szépen tovább a problémáidra. Hogy hol van az a gyenge pont, ahol a világ mindig megüt. Legyen az család, csoport, pár, kutya, macska, mindig ugyanazon a ponton megharap. Ott valami elintézetlenség van ott valami kőkemény lerakódás a nem látás van. Tehát használd föl a világ impulzusait arra, hogy rákérdezz, hol hibázok. Mert ha annyira nem látjuk, olyan önigazolás van, olyan magyarázkodás van, olyan ideológikus kiegyenlítés van, hogy az ember egy megtestesült, elhárító mechanizmus. Szakmabéliek, tessék figyelni leül eléd egy egyórás terápiára a kliens. És a legnagyobb munkád az, hogy az elhárító mechanizmusait szerelt le, hogy végre legyen már őszinte. És kifizeti a hazugságát. És nem fogadhatod el. De nem lehetsz brutális és kíméletlen sem, és nem ronthatsz ajtóstól a házba. Nézd meg, hogy hol van megoldatlan karma, hol van a tükrön vakfolt. Azt a vakfoltot számolt föl, úgyhogy rákérdezed, hogy mi ez honnan jön? A kérdés már távolságot tesz a tükör és a folt közé. És ha jó kérdezel, ha helyesen meditálsz, ha helyesen mantrázol, akkor ez a folt eloszlik, mert a tükör éltette, a tükörből nyerte az energiáját, te tápláltad pozitív vagy negatív impulzusokkal, te tetted kapzsiságá vagy haraggá, te hagytad azt, hogy a világ ezt tegye veled. És hogyha megszűnik az azonosulás, akkor a megszabadulás megnyílik. Az azonosulás pedig csak úgy tud megszűnni, hogyha a dualisztikus, fixa ideák is megszűnnek, és úgy látod a jelenséget, ahogy van a maga egyedi működésében. Ezt hívják tathatának, vagy ilyenségnek a jelenséget magát, a működése pedig a tatvája, tehát az, hogy hogyan működik, mi az input és mi az output, ugye és akkor az azonosulás megszűnhet, mert a dualisztikus képzeteknek szépen az egyé vált tapasztalatát megéled, hogy eredetileg azok nincsenek, és amikor nem hozod létre a jó és a rossz csapszegét, akkor az egészet az azonosulás síkjából ki lehet húzni. Valójában a meditáció állapotában, ha helyesen végzed, akkor a test és a lélek energiaszintje megnő, azért csináljuk, azért vagyunk csendben, azért van forma, azért van rend, és ez az energiatöblet aktiválja a test és a lélek öntisztító, illetve öngyógyító képességét. Erre mindannyian képesek vagyunk. Én azt szeretném megkérdezni, ha valaki bajban van, akkor tudunk-e rajta segíteni gondolattal vagy energiával? Attól függ, mi a baj? Valaki ott fuldoklik előtted a tóban, betegség. és azt mondja, hogy én szeretettel gondolok rád, barátom. Tehát jó, betegség, okay, akkor már e közelebb vagyunk. Akkor egy olyan betegség, ami, ami konkrétan az prognosztizálja, hogy, hogy közel van a halál. Persze, de azért az orvosa is szükség van. Tehát nézd meg, hogy mi a te szereped, és tedd meg azt, amit megtehetsz a külső világban és a belsőben is. A belső világban azt megteheted, amire az előbb utaltál, hogy megfelelő gondolattal, érzelemmel, elküldött energiával, például egy mantra rendszeres felajánlásával a beteg részére, olyasféle mentális energiát küldesz neki, amely a gyógyulásán segíti. Ez létezik. Csak értsük meg, hogy ez az esetek többségében rendkívül gyenge, ahhoz képest, hogy a testnek mekkora baja van. Szükséges, de nem elégséges. Gyógykezelés is kell. Egyéb kérdés? A zen hogyan határozna meg a megvilágosodás felé lépéseket, vagy az utat, tehát milyen módszereket, vagy mit ajánlanál, hogy így ajánlanál, hogy fölépítsük ezt a rendszert akár? Akárhogy... Fordítsd az energiát befelé. Tedd föl a megfelelő kérdést, az út kezdete egy őszinte világos kérdés föltétele. És ahogy kapod a válaszokat, egyre újabb és újabb kérdéseket tehetsz föl. És a végső kérdés az az, hogy mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel, és Legfőképpen ki mondja azt, hogy én. Tehát az út egy kérdéssel kezdődik, és a lényeg tapasztalatával folytatódik, ez az egyévvállás tapasztalata, az igazság látásával és a helyes működéssel. Az útnak nincs vége. Számomra most az a, az aktuális kérdés, hogy ki az, aki bennem vágyik, én úgy fogalmazom, hogy az isteni minőség után, a törekvő. Ennyi. Hallottad? Hallottam. Nem mondtam szám... semmit. Mit hallottál? Azt hallottam, hogy nem mondtál semmit, igen. Ez um, volt a válasz. Nem. Adj egy zen választ. Mit hallottál? Ez jó. Ez már sokkal jobb. Tehát tapasztald meg azt a mozdulatlan, nem gondolkodó, világos tudatot, ahonnan ez a kérdés jön, amelyik vágyik a buddhai isteni egyéb minőségre. Ez nem foglalható szavakba körbe-körbe járunk évezredek óta, írjuk a könyveket, gyűrjük a szutrákat, zsinatolunk, gyűlésezünk. Amíg nincs tapasztalás, addig ezek csak körfolyamatok. Kis vagy nagy átmérőjű kanosszák körei. Ugye tapasztald meg azt, ahonnan a kérdésed jön. A kérdés forrása nem kételj. A nem kettősség tudata. Jó. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk meditációban, vagy igen, meditációban, hogyha mondjuk jön egy válasz, akkor honnan tudom, hogy az tényleg az, és nem egy újabb illúzió. Nézd meg, mi történik, hogyha végrehajtod. Az elmenni, ha elképesztő dolgokat dob a felszínre. A belső hang pontosan olyan tiszta, mint a tudatod. És egy hibás, terhelt, traumatizált elmeműködésből szörnyűséges belső hangok lesznek. Jön a válasz egy kérdésre. Mennyire tiszta tudatból jött? Nézd meg az okozatiságot, mi lenne, ha végrehajtanád azután, hogy az intuíciód a felszíne dobta a választ, az átjött a karmád rétegén, és bizonyos torzulatokat, egyebeket szenvedhetett el. A tudattalan arhetipusok szépen dobálóztak vele egy kicsit. És mire odaért a tudat felszíne, addig már teljesen más lett, akik kuan interjúra járnak, azok tudják. Úgyhogy figyeljünk arra, hogy mennyire tiszta annak a forrása, ami a hangot kimondja belül. Általában az a jó, hogyha nincs előzetes gondolkodás, és az impulzus megjelenése nem vált ki újabb gondolatfolyamatot, csak ott van a tükör előtt, ott nyugszik, és nincs benne polaritás, akarat, egyébségek. Nincs benne vonzás és taszítás. Ezek ismérvek, szükséges, de nem elégséges paraméterek ahhoz, hogy a döntés ez alapon helyes legyen. Az elégséges belátáshoz még az is kell, hogy az okozatiságot legalább pár lépésre előre lásd. Jó? Rendkívül tiszta tudatú emberek, kőkemény, világromboló és emberpusztító döntéseket hoztak. Nézd meg a 20. századot. Tele vagyunk velük. És a rossz hír az, hogy a 21. ben is nagyjából itt vannak. A tudatuk rendkívül tiszta, az irányvételük elképesztően szörnyű. Okay. Rendkívül okosak, rendkívül jól gondolkodnak. Nagyon ismerik a világ folyamatait, a hatalmi, a pénzügyi, az egyéb társadalmi folyamatokat. Az irány pedig szörnyűséges, mert csak önzésben, csak a saját túlélésükben gondolkodnak. Semmi más. Ez a baj. Tehát ez a szenvedés és szenvedtetés, a részükről főleg a szenvedtetésnek a megjelenése. Ugye azt mondtad, hogy nincs ezüstál, nincs hó, Eredetileg nincs. Mondtuk, ha létrehozod, van. Mondtuk, vagy hát énekeltük, hogy nincs halál, nincs szenvedés. Eredetileg a... nincs. Ha megteremted, van. Ha jól sejtem, az élet értelme, hogy eljussunk a megvilágosodáshoz. Ha ez a te életed értelme, az egy nagyon magas rendű dolog. De az a jó hírem, hogy eredetileg az életnek sincs értelme, csak van egy rakás karmád, amit lehoztál azt, hogy egy milyen irányba fordítod, milyen értelmet adsz az életednek pillanatról pillanatra, az a te dolgod. Hát eredetileg minden jelenség üresség természetű, a tudat teremti, a tudat alakítja valami V. Ugyanúgy te, hogy az avatárodat, a személyiségedet építed, vagy rombolod, vagy megtartod, így válsz valaki V magad és a világ előtt. Hát eredetileg semmi sincs, minden teremtett mi teremti? Én. Én. És a többiek? Magamnak én. A többiekkel mi lesz? Hát már erről a teremről is elfeledkeztél, nem, hogy a Székesfehérvár össz lakosságáról, vagy az ország, a földrész, vagy a föld lakosságáról. Mi teremtjük, kérem szépen. Ebben a te felelősséged a tiéd. A te lehetőséged is a tiéd, és így te adsz értelmet az életednek, csak vigyázzunk. Jó? Milyen hatással vagyunk. Ha elérjük a megvilágosodást, annak mi értelme? Ha eléred, akkor újra beszélünk. Jó? Az ezt megelőző kérdésre adott választ, azt nem értem miért nevezte tiszta tudatónak azokat az embereket, akikről beszéltél, hogy... Rendkívül jól látják az ok és okozat működését, csak helytelenül használják. A tiszta tudat az nem azonos a... Nem akarom azt mondani, hogy jó vagy rossz, hanem ami, ami, ami se nem jó, se nem rossz. És ez pedig... <laughs> jó, ezt most jól összekeverten, de Idealista vagy a szó legszebb értelmében, de a tudat tisztasága, az okozatiság látása önmagában még nem jelent semmit. Ezért szoktam a darmára azt mondani, hogy olyan, mint a kétélű kard. Ha jól használod, akkor az illúziókat és az akadályokat vágod el magad előtt, ha nem, akkor magadat vágod egyre több darabba. A nagyon tiszta tudatú, elképesztő erővel, pénzzel és hatalommal bíró emberek nagyon jól gondolkodnak. Azért tudtak oda kerülni, ahol vannak. De az, hogy mire használják ezt, az nincs megírva sehol. Azt ők döntik el. Összekevertem az intellektussal. Átfedés van, de nem ugyanaz. Tehát mindenki okos egy pénzügyi központban, de nagyon kevesen hoznak olyan nagyon intuitív, világos döntést, amely mondjuk egy jövőtrendet teljesen jól lát. Itt a különbség. Az intellektus az egy szolga. Mit szolgál? Mit lehet kezdeni ezzel az idealizmussal? Forgasd át segítségé. Tedd. Mozart. Módszer. módszer. Van rá? Van. Úgy hívják meditáció. Csinálom, és itt tartok. Szerintem nem tartasz rossz helyen. Csak itt tovább, jó? Szépen. A mindenséget ö, keressük most az ülességben ezzel a térszerű, tükörszerű tudattal, amire törekszünk ugye a meditáció során. És olyan kérdésem lenne, hogy ö, az önzőséggel és a nácizmussal kapcsolatban mit tudunk tenni, tehát hogyan tudjuk használni ezt a térszerű, tükörszerű tudatot, hogyha... Van körülötted hogy... önző és narcisztikus ember? Igen. Húha! El kell küldeni őt a sivatagba. 40 nap. Az egy nagyon komoly feladat, amikor a narcisztikus embertől megvan a figyelmet. Tehát maradjon elszigetelten, és senki nem fogja az önképét megerősíteni. Van olyan tanítás, hogy a sorsával egyedül hagyod, és akkor történik valami transformáció. Tehát nem érinted, nem mondod, hogy jó vagy rossz. A közös világkarmán tudunk-e segíteni azáltal, hogyha mi ö, a belső világunkon dolgozunk, és hogy milyen, milyen szinten lehet ezt befolyásolni? Hogy... Egyszerre kell a belső és a külső, és a belső a prioritás. Tehát tudatot tisztaságának és erejének mértékében tudsz a világra helyesen hatni. Addig nem megy, amíg a világ maga alá rendel, és összehozz magad, vagy mások karmájának a súly alatt, addig nem vagy rá képes. Köszönöm szépen. Szívesen. Az előbb elhangzott a narcisztikus 40 napra sivatagba. Mi történik a a 40 nap alatt? Lefoszlik sivatagba? róla az utolsó önkép is, mert csak skorpiókkal, meg ilyen egyebekkel találkozik, és nincs ember, aki az énségét ottan csiszolgassa. Hát akkor úgy meggyógyul? Nem tudom. Majd kiderül, amikor vissza. Tehát <laughs> vagy belehal, vagy meggyógyul. Nem tudom. <laughs> ja. Ilyenkor az elszigeteltség, vagy az egyéni gyakorlat, ha például az ember rájön a saját problémájára, az segíthet. Tehát nagyon másképp viseled a társkapcsolatodat, családi karmádat, hogyha mondjuk 40 napra saját vállalásodból elkülönülsz tőlük, és azt mondod, hogy hát szíveim, akkor találkozunk nem sokára, és remélem, hogy másképp jövök haza, mint amilyen most vagyok. Az elvonulás ezért fontos. Karmádat lehetőleg feloldod, ledobod, és egy frissebb, tisztább tudatú emberként jössz haza. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az együttérzésnek a fontosságát azt mindig nagyon hangsúlyozod a beszédeidben. Ezzel kapcsolatban egy olyan kérdésem van, hogy a belső erőt, azt hogyan lehet növelni? Nem mozduló tudat. Azzal, hogy együttérzel, azzal nem fogsz azonosulni a másik karmájával. Nem építesz ki dualisztikus viszonyt. Csak látsz. És a látás alapján az érzés megjelenik, az érzés alapján a teendő megjelenik. De a legmélyén egy nem mozduló, világos, összeszedett tudat van, különben mondjuk egy terapeutát berántaná a páciens karmája. Ez megengedhetetlen. És mégis megtörténik. A nem mozduló tudat, a tisztán jelenlévő tudat, az ha erős, akkor tényleg úgy működik, mint a tükör nagyon tisztán látsz, tisztán érzel, tisztán gondolkodsz és cselekszel, de nem azonosulsz a veled szemben lévő ember karmájával semmi módon. És ami a legfontosabb, pár ismér, nem akarod helyette megoldani. Nem ítélsz felette, nem minősíted, látod, és ennek függvényében láttatod. És csak így tudsz rajta segíteni, mert ha belendül ez a dualisztikus limbohintó, akkor elkezd harcolni veled azért, hogy neki igaza legyen. Kétféle módon harcol, az egyik az implozív, elkezd sírni, sérülni, olyasféle reakciókat kell tenni benned, hogy akkor sajnáld. A másik pedig az explozív, dühös lesz, és akkor meg akar félemlíteni, esetleg le akar rombolni. És akkor onnan tudod, hogy valamit elhibáztál, mert megengedted neki. Mit lehet tenni akkor, hogyha ez már megtörtént? Lenyomjuk a reset gombot a komputeren, és a pillanatot teljes tisztaságában újraéljük. éljük, Ezért kell kilépni a kontextusból, tehát megszüntetni azt a helyzetet, amely megörökíti a körforgásban ezt a karmát. És amikor újra felveszed ezt a helyzetet, akkor már másképp cselekszel, másképp viszonyulsz. És akkor ez az új viszonyulás megakadályozza a karma kiújulását. Csak hogy világos legyen, ez a reset gomb, ez a nem gondolkodó tudat tapasztalata. Újra és újra. Hallottam egy megosztásodban, hogyha ha valaki kijelenti, hogy megvilágosodott, akkor az dalma baleset. Általában és óvatosan igen, fogalmazok. Óvatosan igen. <laughs> igen. Megtapasztaltam azt a pillanatot, ami az önvalóra ébredés, a pillanat, és egy olyan. <kül> valóban kacagtató volt az a maga pillanat, érzése, de hát hamar lefagyott a mosoly rólam, mert körülnéztem is egy, hát egy csatateret láttam. Mostanra már nagyon sokat dolgoztam azért, hogy ez egy virágos kert legyen körülöttem, amennyire lehet bővítem ezt a kört. Azonban a kedvenc témáddal jöttem a félelemmel és a szorongással. Abortus túlélő vagyok. És azt gondolom, ha ezt megoldom, akkor, akkor nagyon magamon is, és nagyon sokakon e, tudnék segíteni, e, amit szeretnék is, de ez e, a félelem e, az élethelyzeteket nem engedi megélni. Tehát az egy csodával határos, hogy itt vagyok egyáltalán, tehát hogy ideig el tudtam jönni, amit nagyon régóta tervezek, illetve terveztem. Láttam egy előadásodon, hogy a nagy segítség lehet, hogyha anyánkkal őszintén meg tudjuk beszélni. Őszintén meg tudtam beszélni, a szüleim hála Isten élnek. Semmilyen lehesztelés, mint személy személye szemben nem érzek. Kérdésem, mivel én ezt már ezzel kapcsolatban is a félelemmel kapcsolatban megkérdeztem, hogy mi ez és honnan jön, és ezt, ezt akarnám megtudni. Egy, egy feneketlen kút, egy sötétség. És most a csoport erejére támaszkodok, és a te segítségedre, hogy akkor mi ez és honnan jön? Mit tudok ezzel kapcsolatban tenni? Mantra praxis. Kvanszeum bosszál mantra praxis napi kettő órán keresztül, és 300 leborulás. Na, ez fogja megoldani a problémát, mert azzal, hogy te kognitíve a múltba visszamész, onnan idengetsz érzelmeket, ez tüneti kezelés legjobb esetben, de nem fogja feloldani ezt a karmát. Hiába látod az üvegcserepeket a padlón, össze kell söpörni, különben újra és újra belelépsz. Hiába tudod, hogy milyen pohár tört össze, mikor és kiáltal, nem lehet összerakni. Össze kell söpörni, ki kell dobni a szemétbe, és ahelyett, hogy azt a szeméttelepre vinnéd, be kell vinni az üveggyárba. Az üveggyárban új poharat kell belőle fújni. És onnantól kezdve, hogy összesöpörted az új pohár fúvásáig, az a mantra praxis. Nincs magyarázat erre, mert már eleget kutakodtál. Már eleget gondolkodtál. Cselekedni kell. Gyakorolni kell. És akkor tényleg visszaintegrálod a személyiség egészséges részébe. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehet tisztán válaszolni a panaszkodásra? Mármint mások panaszkodására. Hát micsoda kérdést teszel föl nekem? <laughs> Ezzel én sokszor küzdök. <laughs> hát ez borzasztó ez a kérdés. Nem értek vele egyet. Hát hogyan jössz te ahhoz, hogy ezt a kérdést a panaszkodásról fölted nekem? Gyalog. Tangózzál egy kicsit most velem, jó? Tehát amikor ez a fajta visszatükrözés van érzelmileg, akkor érzed azt, hogy milyen az, amikor valaki panaszkodik neked. És nagyon alacsony szintről elképesztően romboló energiát vett ki rád, hogy ne tudj a lényeggel foglalkozni, hanem az ő személyiségével pusztán. Tehát ilyenkor az alanyi egyé váló helyett az objektív odaforduló közelítés kell, nem a személlyel törötsz, és nem a panaszkodásával, hanem azzal a tényel, ami mögötte van. Általában bolha és elefánt szokott lenni a különbség. És lásd meg a bolhát, azt a tényt, ami az ekkora panaszkodás mögött van, és ajánd fel a segítségedet. Ha nem, akkor viszontlátásra panaszkodjon másnak. Jó? Köszönöm. Szeretném mindenkinek megköszönni a ma esti kitüntető figyelmet, a kitűnő kérdéseket, és azt a jelenlétet, amelyre szerintem szükség lesz mindig minden pillanatban, akár itt ebben a teremben, akár odahaza, akár a munkahelyen. Szeretném, hogyha minél többet gyakorolhatnánk együtt, itt és az eredeti Fényzen templomban egyaránt, Őszintén remélem, hogy mindannyian elérjük a teljes felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.